Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Szóval egészen elképesztő. Szóval ez így van, és szóval azt akartam... Bocsánat, valaki kopog az irodámban, ne haragudjatok. Bocs, leállunk. Igen? Bocs, leállunk. Ez a baj a munkahelyekkel, hogy bekopogott egy ember az atom... de menő! Nem, ez egy tök jó extra videó lesz, hogy bejön valaki és megkérdezi, hogy mennyi a Balaton tólengése. Csak azt mondjátok meg, hol tartottam? Ja, tudom, a Gábor Dénes, hogy milyen faszacsávó volt, meg az Egyesült Izzó Holdradar, ugye itt? Uh-huh. Tudományos és fantasztikus élmények Magdival, aki grafikus, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 62. része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Köszöntöm állandó beszélgető társamat, Vince Miklóst, az MTA ELTE elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársát. Szia, Miki! Sziasztok! Én szeretettel köszöntöm körünkben Kassa Magdit, és kijelenthető, hogy Magdi bizony a mai téma szakértője, grafikusként ugyanis olyan speciális hologramok tervezésében is nagy tapasztalattal bír, amihez még világviszonylatban is kevesen konyítanak. Szia Magdi, köszöntelek újra a Parallaxis univerzumban. Sziasztok! Most Miklós jön. Igen, kedves hallgatók, kedves adományozók, hát nem győzzük megköszönni a támogatásotokat, ezt el kell, hogy mondjuk. Ugyanis a Parallaxis ez nekünk több, mint egy hobbi, ez egyfajta önkifejezés a számunkra arról, hogy mit jelent nekünk a tudomány és a fantasztikum. Annak reményében készítjük podcastjeinket, hogy sikerül szórakoztatva feszegetnünk egy-egy film vagy sorozat tudományos megalapozottságát, vagy a tudomány és a fantasztikum egy-egy olyan metszetét, amiről szerintünk érdemes diskurzust folytatni. Szóval szeretnénk mostantól a támogatásotokat viszonozni is, és ezért elindítottuk a Patreon oldalunkat, ahol csak a patronálóink számára elérhető extra videókon felül a patreon.com/parallaxis oldalon a Parallaxis és hamarosan a Subzsáner, tudjátok, a science fiction irodalmi podcast, amit ugye Claudia vezet. Szóval ennek az adásai már napokkal a megjelenésük előtt hallgathatók lesznek. Arra kérünk tehát, hogyha megteheted, legyél a patronálónk. Köszönjük! Mai műsorunk apropója tehát, hogy egy Gábor Dénes nevű fizikus 1947-ben feltalálta a holográfiát, amiért egyébként 1971-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Gábor Dénes 1979. február 9-én hunyt el, mai műsorunkban pedig a háromdimenziós matricákon és dísztárgyakon át, a Star Trek Voyager holodokián keresztül eljutunk a világmindenség peremére, és feltesszük a kérdést, vajon hologram-e az univerzumunk. Kezdjük talán a legelején. Mindenki látott már hologramot, gondolom, ugye például az én fiatalságom meghatározó hologramja volt a magnókazettákon a 90-es évek elején bevezetett Mohas matrica, ami az eredetiséget volt hivatott jelezni, de a bólogató zsiráf mögött valójában maga az információ tárolás az, ami igazán érdekessé teszi a hologramokat. Hát igen, igen, az információterülés. De egyébként érdekes, hogy ez egy ilyen generációs dolog. Persze, jó, hogy a Mohas matricát mondod, de már itt van olyan generáció, aki nem tudja, hogy mi az, ugye? Vagy nem tudom. Tehát igazából most már még CD-t se vásárolnak már az emberek, de ugye régen onnan tudtad, hogy egy kazetta eredetű, hogy le volt ragasztva egy ilyen mahaszos iráffal. Na most, de egyébként ugye későbbiekben már, amikor nőttünk, akkor persze a piákra is hologramos zárjegy került, aztán még mindig van. Na, de nem biztos. Ezt nem tudom. Rég volt. Már az is, már a mi élemedett korunkban. Na mindegy, a lényeg az, Miklós régen ivott, akkor tudta, most már nem iszik, már nem tudta, nem így tudja. Így van, nem. Na, szóval az van, hogy igen, valóban itt a lényeg az,
hogy háromdimenziós információt egy kétdimenziós felületen lehet tárolni, ugye ettől zseniális a hologram, ami viszont még zseniálisabb, és igazából egészen hihetetlen, hogy ez mitől olyan remek információtároló, hogy mielőtt, nyilván most nem ússzuk meg, hogy elmeséljük, hogy hogyan kell hologramot készíteni, tehát mi a fizikája, majd igyekszem relatíve fájdalommentesen megoldani ezt a dolgot. De egyébként én is csináltam hologramot, mármint hogy konkrétan annak idején, amikor egyetemista voltam, akkor ugye az ELTE-n a modern fizika laborban van egy olyan feladat, hogy készíts hologramot, úgyhogy mi is készítettünk, már nem emlékszem miről, de készítettünk egy hologramot. Na mindegy, a lényeg az, hogy ami szerintem a legelképesztőbb tulajdonsága a hologramoknak, az az, hogy bármilyen kicsi része a teljes információt, a teljes háromdimenziós információt lényegében tartalmazza. Akkor is csak tudni kell, hogy honnan nézzük. Nyilván természetesen ez csak bizonyos közelítésekkel érvényes, de elméletileg, még egyszer mondom, ez egy egészen elképesztő tulajdonság. Tehát hogyha mondjuk van egy szép stegoszauruszos hologramod, és összeveszel valakivel, és elszakad, és elveszted a felét, akkor azzal vigasztalhatod magad, ez megtörtént eset velem, tehát látjátok, hogy régi sebeim vannak harmadikos koromból, de a lényeg az, hogy azzal vigasztalhatom magamat, hogy a meglevő fele is tartalmazza a teljes háromdimenziós képi információt. Ugye ez teljesen hihetetlen. Teljesen hihetetlen, de igaz. Most ugye a hologram az úgy készül, hogy van egy tárgyad, van rá küldesz egy fontos, hogy egyszínű fénynyalábot, ezt úgy mondják görögösen, hogy monokromatikus, egyszínű fénynyaláb. Ez azért nagyon fontos, ugye, mert tudjátok, hogy a mindenféle színek az ugye, amiket látunk, az ugye sok hullámhosszú elektromágneses hullámnak, vagyis fénynek a kombinációjából, úgy mondjuk, hogy szuperpozíciójából áll elő, és ez bonyolult. De ha csak szép egyszerű helyzetet akarunk magunknak teremteni, akkor csak egy adott hullámhosszú, szigorúan egy adott hullámhosszú fénnyel világítunk rá valamire, egy szép egyenes nyalábot küldünk rá, ami persze a cuccunkról erre-arra visszaverődik. Most megfelelő optikai eszközökkel, tükrökkel, meg mindenféle ilyesmivel meg lehet oldani, hogy a bejövő fénynyalábot és a cuccról visszavert fénynyalábot találkoztassuk, és akkor nyilván azok bizonyos helyeken ki fogják egymást oltani, ugye itt hullámokat kell elképzelni, ezek egymással interferálni fognak, egészségemre tudom, tehát ez azt jelenti, hogy a hullámok néha ugyanolyan fázisban mi találkoznak, tehát egy hupli-huplival találkozik, és akkor erősítik egymást, de olyan is van, hogy egy fölfele álló hupli a hullámnak egy lefele menővel találkozik, akkor meg kioltják egymást. Tehát lesznek egy ilyen erősítési-kioltási mintázatok, úgy hívjuk, hogy interferencia kép. Na most, hogyha ezt az interferencia képet egy lemezre rá tudjuk vetíteni, és azon mint egy fotólemezre le tudjuk menteni, lényegében, akkor innentől kezdve nyert ügyünk van, mert hogyha erre ugyanazt a fényt ráküldjük, az úgy fog megtörni ezen az interferencia mintázaton, hogy ami kialakul, az egy valódi, idézőjelben, de valódinak tűnő háromdimenziós kép az eredeti tárgynak. Amihez persze elég az információt egy kétdimenziós felületen tárolni. Most ez nyilvánvaló, hogy mondom sem kell, hogy óriási dolog, hogy háromdimenziós információt kétdimenziós felületen tudunk tárolni. Szinte hihetetlennek tűnik. Nyilván a Gábor Dénes ezt mondtad is, hogy 1947-ben fedezte föl. Ugye ő akkor már persze már akkor több mint 10 éve Angliában élt. Ugye nyilván zsidó származású volt, tehát neki jó oka volt a 30-as években lelépni, és ez Londonban dolgozott, és hát egy nagyon jó döntésnek bizonyult olyan értelemben, hogy hát ott meg tudta csinálni ezt a dolgot. Egyébként korábban az Egyesült Izóban, tehát a Tungsramban dolgozott, ami egy nagyon innovatív hely volt, mert például, hogy más nem mondjak, ott találták föl a selényiek a fénymásolót. Ugye nyilván a fénymásolót azt többen is feltalálták a világon egyszerre, de az egyik hely, ahol feltalálták a fénymásolót, az a Tungsram, vagyis az Egyesült Izzó, de ott csinálták 1946-ban az első holdradar kísérletet is.
Szóval, hogy a világ egyik legjobb kutatóhelye volt szerintem lényegében még a második világháború után is, tehát ez rommá bombázott Budapesten csinálták a Hold Radar kísérletet, elképesztő emberek voltak ott, ugye akkor említsük meg Baj Zoltánt, aki a kutatólabor vezetője volt, na és vele dolgozott korábban a Gábor Dénes, csak kiment Angliába, és hát ott fedezte fel a holográfiát, de vegyük észre, hogy a 47-ben fedezte fel a holográfiát, azaz akkor, amikor még nem volt lézer. Na most mondtam, hogy egyszínű fény kell a hologramhoz, de egyébként igazán jól, igazán pontosan monokromatikus fényt azt akkortól lehetett így egyszerűen csinálni és fényképezésre használni, amikor aztán a 60-as években már volt lézer, és akkor kezdett el igazán elterjedni a holográfia. Tehát én nem is tudom, hogy a Gábor Dénes egy eredetileg hogyan csinált magának monokromatikus fényt, mondjuk biztos egy nátrium lámpával, vagy valamilyen módon megoldotta, hogy nagyjából egyszínű fény forrása legyen, de a lényeg az, hogy ezt megcsinálta, meg is kapta érte a Nobel-díjat, és aztán majd később látjuk, hogy ez a praktikus, valódi kézzelfogható hologramokon kívül ez az egész ötlet, hogy háromdimenziós dolgokat interferencia mintázatok formájában kétdimenziós felületen tudjunk tárolni, ez egészen elborult és messzire vezető következményekre vitte el aztán a tudomány és a fantasztikum képviselőit is. Ó, egyébként nagyon jó előadást tartott Miklós, nagyon jól összefoglalta. Én sem mondhattam volna szebben mondhatni. Igen, egyébként ez nagyon-nagyon jó, és a lézereknek a színe is meghatározó, tehát azért zöldek például a legalábbis a korábbi hologramok, meg az, amiket ilyen hologram kiállításokon lehet látni azok is, mert ugye a zöld lézernek van a legerősebb fénye a lézerek közül. Nem sok színe van egyébként, mert van ilyen ibolyakék színű. Igen, a kék lézerért is adtak néhány éve Nobel-díjat. Igen. Megvan a vörös, amit ugye ilyen mutogató pálcának szoktak használni. Hogy a zöld, amit mondasz, az nekem is van egy, de azt hiszem, hogy az illegális. Tehát ami nekem van, az az úgynevezett pilótavakító lézer, amit egy kínai piacon kaptam a pult alól. Hát igen, hát tudományos célra lehet használni, úgyhogy fogjuk rajta tudományos célra használod. De meglepő módon egyébként az ibolyakék az, ami igazán veszélyes, mert annak ugye nem annyira erős a fénye, viszont a szemrongálása az meg a legerősebb. Tehát igazából tehát az lenne a legdurvább, hogyha az lenne. De biztos azért, mert UV. Ugye, mert az van, hogy a szemed nem látja a fényt, mert az ultraibolyában van egy része, és ezért nem húzod össze a pupilládat, hogy védekezz, mert nem látod, de közben jön be a számodra láthatatlan UV, ultraibolya fény, ami nyilván egy részét kiteszi. Bár nem tudom, hogy van ez. Mert ugye elvileg ez egy egyszínű, monokromatikus cucc. Szóval... Hát nekem egyszer egy ilyen hologramos kísérlet során volt, hogy véletlenül be világítottunk, tehát egy lézeres kísérlet volt, és hát nem is annyira hosszan, de bevérzett a szemem tőle, tehát azért jobb, hogy nem a pupillámat találta el. Milyen jó, hogy nincsen glutén a lézerben. Igen. Na de figyelj, hogy zajlik egy ilyen kísérlet, meg miféle? Tehát ez, amikor fényképeztek valamit például? Vagy hát, nagyon sokféle dolgot kikísérleteztünk a hologramgyártás során, mert hogy új technikákat is fedeztünk föl, tehát olyanokat is, ami nem is volt korábban más országokban se. De egyébként a hologram kutatás az egy ilyen külön terület is. Nagyon sok ilyen hologramos cég van, és vannak hologramos kiállítások, ahol megosztják egymással ezeket a kutatási eredményeket, úgyhogy ez egy folyamatosan fejlődő tudomány. Nem csak az volt, hogy egyszer valaki felfedezte a hologramot, és akkor mostantól mindig ugyanolyat csinálunk. Meg ráadásul, amit Ádám mondott az elején, ez a MAHASZ-nak ez a bólogató zsiráf matricája, tehát igen, ez egy ilyen korai, meg egy bizonyos korosztály tényleg tudja, hogy mi volt ez, de hát nagyon sok mindenre használnak ilyen biztonsági matricákat. Hogyha csak azt nézzük, a pénz az alapvető, hogy azon van egy ilyen hologramcsík, de nagyon zárjegyekre is, a italokra, amiket mondtál, de nem csak ezekre, tehát mindenhova olyan helyekre használják, ahol az a cél, hogy ne lehessen hamisítani azt a dolgot, mert a hologramot most
Inkább azt mondanám, hogy borzasztó nehéz hamisítani, mert azt azért ne állítsuk semmiről se, hogy lehetetlen, de hát olyan technológia kell hozzá, hogy hamisítsák, ami azért nem úgy van, hogy otthon a kis sufniba összerakok valami hologramot, mert az nem így működik. Úgyhogy ilyen célokra használják, és mi is ilyen célú hologramokat készítettünk, tehát biztonsági célokra. Ezek digitális hologramok voltak, tehát ez már nem ez a kirakok egy tárgyat és megvilágítom lézerrel típusú volt, de nagyon sok olyan összetevőt találtunk ki hozzá, hogy minél kevésbé lehessen hamisítani még ezen belül is. Tehát például, amit nagyon kevesen tudnak, hogy a hologramoknak vannak külön biztonsági elemei, ami olyan, hogy úgy átlagos emberek is értsék, amit mondok, hogy olyan, mint amikor mondjuk egy pénzt megnézünk, akkor azon vannak különböző elemek. Vannak rajta például ilyen mikrofeliratok, akkor van az, amikor megvilágítjuk UV-fénnyel, és akkor látszik valami külön ábra. Ilyenek vannak rajta. Most a hologramon belül is vannak biztonsági elemek, amiket csak azt tud, aki ért a hologram mintázathoz. És például van egy olyan biztonsági elem, az egyik kedvencem volt, amit úgy hívnak, hogy rejtett kép, ami olyan, hogyha azon egy bizonyos ponton, amit tudod, hogy hova kell világítani lézerrel, például ilyen lézerceruzával, amikről beszéltünk, hogy oda világítasz a hologramra, akkor kivetít egy képet. És nem csak azt tudja kivetíteni, hogy kivetít egy képet, hanem akár mozgóábrát is, de azt nyilván úgy, hogy mint egy rajzfilm, tehát hogy így végig kell húznod mondjuk egy csíkon, és akkor különböző fázisú képeket vetít ki, és akkor az összeáll egy mozgóképpé. És például ez is egy biztonsági eleme a hologramnak. Most így onnan például meg lehet állapítani, hogyha valaki megkérdezi, hogy ez most hamisítványa, hogy én tudom, hogy hova kell világítani, és akkor ha nincsen rajta, ezt azért elég nehéz mondjuk utólag megcsinálni, hogyha valaki nem tudja, hogy az volt egy rejtett kép. De egyébként hologram hamisítók ezek szerint léteznek? Tehát csinálnak léteznek. Olyan zár, tehát őnekik is van egy rendes lézeres laborjuk otthon, és vagy egyébként azt is akartam kérdezni, hogy amikor nem fényképről van szó, hanem mondjuk egy zebráról, akkor ugye vannak olyan számítógépes programok, ami lényegében kiszámolja, hogy kell nyomtatni ezt a hát mondanám, hogy Fresnel lemezt, de nem akarok itt. Tehát, hogy ezt a micsodát, szóval ezt a interferencia mintázatot, amit lényegében rá kell nyomtatni a filmre, vagy ez hogy történik? Hát igen, a hologramnak is van egy, tehát amikor megtervezek egy hologramot, ugye én digitálisan tervezem meg, ezt egy gyárnak küldöm át, és a gyár, egyrészt egyébként ez egy hosszabb folyamat, mert ugye a gyárt visszaküldi nekem a gyártási képet, amit én megnézek, és jóvá hagyom, mert ugye valamikor megváltoztatnak benne dolgokat, mert mondjuk azt mondják, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni így, vagy másképp gondoljuk, így kéne megcsinálni, és akkor én nekem ezt még meg kell néznem. Mert hát nyilván ez pénz kérdése is, mert tehát minél több biztonsági elemet pakolunk bele egy hologramba, annál drágább. És ezeket a biztonsági elemeket, meg mindent, tehát hogyha készen van mondjuk így a gyártási terv, és jóvá hagytam én is, meg a gyár is, akkor megcsinálnak hozzá egy lemezt, egy ilyen, mondjuk úgy, hogy stancot, amiből utána le tudják gyártani magát a hologramot. Na most ez a lemez a legdrágább az egész gyártási folyamatban. És akkor azt hiszik, hogy a hologram a drága, de nem a hologram a drága, az már, amikor már, mit tudom én, minél többet gyártunk bele, tehát mondjuk, hogyha 100 000-es nagyságrendben gyártunk le egy hologramot, akkor az már nem drága. Minél, tehát, hogyha mondjuk 1 milliót gyártunk le bele, akkor már szinte fillérekbe kerül, hanem maga az az első lemez a gyártása az, ami nagyon drága. Tehát amikor te egy hologramot tervezel, akkor igazából egy háromdimenziós tárgyat tervezel, és akkor egy szoftver lefordítja azt a megfelelő interferencia mintázatra, amit megcsinál ez a nyomda, vagy én nem tudom milyen cég, aki legyártja, vagy ez igazából a tervezői oldalról hogy néz ki egy hologram tervezés, így, hát ha ezt egyáltalán lehet illusztrációk nélkül hangban elmondani egy hangalapú podcastben, tudom, ez szép kihívás, de szóval, hogy kell elképzelni? Ezt úgy néz ki, hogy például, hogyha megmutatnám valakinek azt, hogy én hogyan terveztem meg egy hologramot, abból mondjuk úgy, hogy egy mezei
átlag ember semmit a világon nem tudna kinézni, hogy ez micsoda. Gondolom. Mert hogy ezek különböző rétegeket tervezek meg, hogyha valakinek, mondjuk ha valaki azért valamelyest foglalkozott mondjuk grafikai programok, akkor hogyha azt mondom, hogy layereken tervezzem meg a hologramot, akkor úgy az már úgy érthető. Tehát különböző rétegei vannak, és ez adja, ugye a különböző rétegek azok a mélységeket is jelentenek, amikor majd megvalósul a hologram, ugye ennek azért három dimenziója lesz, akkor is a digitális. És ezeket a layereket én külön megtervezem, gyártási, megvan egy, hát hogy kell a gyártási képnek kinéznie, az egy külön dolog. De amikor például nekem úgy kellett megtervezni egy hologramot, hogy ezt mondjuk egy cégnek kell megtervezni, akik csak annyit küldtek át, mint amit átküldték a logójukat, és akkor mondták, hogy de valami, mit tudom én, szőnyeg minta legyen, mert általában ugye a fóliákat, mikor terveztük, akkor ahhoz a szőnyeg mintát kell tervezni, az azt jelenti, hogy többszörös ismétlődik ugyanaz a minta, és akkor az egy ilyen összeáll képet ad ki. Szóval nem tudom, ezt érthető. Aha, igen, 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 szerintem igen. Szóval, hogy én ahhoz már különböző mintázatokat, különböző effekteket tervezek hozzá, hogy azért az így látványos is legyen. De egyrészt nem csak ugye az a fontos, hogy biztonságos legyen, tehát tele legyen biztonsági elemekkel, de az is fontos, hogy az látványra is olyan legyen, hogy egyrészt, hogyha ráteszik valamire, akkor azonnal felismerhető legyen, hogy ott egy hologram van, mert hogyha egy ilyen tompa fényű valamit rakunk rá, akkor például nagyon könnyen lehet úgy hamisítani. Hallottam már ilyen hamisításról, hogy olyan matrica volt valamilyen bérleten, hogy csak így nagyon fémesen látszott, tehát hogy nem látszott az a irizáló szivárvány szín, ami ugye a hologramnak a jellegzetessége, és úgy hamisították a nagyon okosak, hogy egyszerűen ezt anionpapírt raktak a hologram helyére, és amikor tudom, hogy sok embert kell beengedni valahova, és így mutogatják fel a bérletet, akkor persze, lényeg, hogy nem mindenki figyelte, igen, persze, hogy az igen. Nem valódi hologram. De hogy szóval, hogy visszatérve a gyártási képre, hogy a cégeknek ugye én nem küldhettem át a gyártási képet, mert ők ebből nem látták volna, hogy ez hogy néz ki, úgyhogy én csináltam ebből egy látványtervet, ami szintén digitális volt, de én azt terveztem meg, hogy hogyan fogja majd látni az ügyfél azt a képet, hogy el tudja... És az a látványterv az végül is akkor mondjuk egy videó? Ami mondjuk így váltogatja a néző pontot. Igen, 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 igen. Olyan is volt, hogy videót készítettem, meg olyan is volt, hogyha váltóképes, akkor a két váltóképnek a képe, vagy ilyesmi. Ezek az egyszerűbb. Csak azért nevettem, amikor mondtad, hogy milyen szoftver, mert volt pont, ez konkrétan megtörtént eset volt, hogy ugye a gyártási képet elkészítettem, bejött az ügyfél, mutattuk neki a látványtervet, és megkérdezte, hogy ezt milyen szoftver készíti. Mert ő valahogy azt gondolta, hogy belerakjuk a gyártási képet, és kijön a készkép, és akkor a főnököm így rám mutatott, hogy ott ül a szoftver, ő készítette. Ez nem volt külön szoftver. Ez egy nagyon érdekes szakma így, mert volt olyan időszak a Magyarországon, amikor egyedül voltam hologramtervező grafikus. Ilyen szakma gyakorlatilag nincsen. És ez régi szép időkként? Nem, igazából... Nem. Magdi fiatal, igen. Ne viccelj, épp hogy csak 18 tudom, éves figyelj, én volt. Én azt sem tudom, hogy most hány hologram készítő van. A régi szép időket nyilván idézőjelbe értettem, mert lehet, hogy ezen a területen két év is sok. Vagy mit tudom én? Szóval ez a kérdés, hogy most ez így mennyire... Hát én veled, nyilván nekem te vagy az első, akivel találkoztam, de hányan vagytok a hologramkészítők szakszervezetében? Hát ez sem butaság, amit mondasz a hologramkészítő szakszervezet, mert Nemzetközi Hologram Szövetség az van. Létezik. Ez olyan, hogy a hologram most cégeknek a saját ilyen külön privát szövetsége, ami azért alakult, mert például, ugye, amikor próbálnak mondjuk hamisítani valamit, akkor vannak olyanok, akik mondjuk azt próbálják meg, hogy mondjuk elviszik a bólogató zsiráfot, le akarják gyártatni, és gondolják, hogy mit tudom én, elviszik
Tajvanra, úgyse tudja Tajvanba senki, hogy a bólogató zsiráf az Magyarországon egy létező hologram. Most itt fáznak rá a dologra, mert a tajvani cég azt fogja csinálni először is, hogy berakja a szövetségbe, hogy keresőbe, hogy létezik-e ilyen matrica. És akkor a szövetség megadja, hogy hát bizony ez létezik, ez Magyarországon lett legyártva. Jó, de ha nem Tajvanba viszi, hanem Kínába, ott mainland, ott is? Ez az összes országban létezik ez a szövetség. Akkor egy összetartó. Ez egy összetartó, bizony, mert hát gondoljátok be, hogy igazából nem éri meg egyik cégnek se, hogy hamisítsák a matricáját. Tehát ez egy eléggé masszívan összetartó közösség ilyen szempontból, meg ugye nem olyan sok van. Tehát ebből visszatérve arra, hogy hány hologram tervező grafikus van, hologram cég sem nagyon sok van Magyarországon. Hologram gyár nem is létezik Magyarországon, tehát ez a leg... tehát, hogy mondjam, gyártanak hologramokat, de hogy ilyen kifejezetten nagy hologramgyártó cég az nincsen. Hologramos cégek vannak, akik gyártatnak hologramokat. De külföldön vannak igazán nagy cégek, tehát így nyilván, hát tőlünk keletre nagyon sokan, mert hogy igazából ott nem csak biztonsági célokra, hanem csomagolás technikában, meg nagyon sokféle módon használják a hologramot. Inkább tőlünk nyugatra, inkább biztonsági cél az, ami elsőleges felhasználási terület. És hát ezért aztán, hogy most egyébként, hogy mennyien vannak, azt nem tudom, én már egy pár éve nem vagyok ugye benne ennyire a szakmában. Még hát egy tizenvalahány évig csináltam egyébként, tehát hogy azért elég hosszú ideig csináltam. A másik az, hogy ennek van egy olyan hátrány ennek a szakmának, hogy ugye ezek biztonsági matricák, ezt nem győzöm kihangsúlyozni, és nagyon sokszor alá kell írni titoktartási szerződést, amikor ezeket gyártjuk, mert nyilván ezt nem jó, hogyha tehát biztonsági célból, vagy biztonsági okokból nem jó, hogy tudják, hogy ki gyártotta. Tehát ezeket... Ez zseniális, hogy te tudsz ilyen rejtett rajzfilmekről, amik benne vannak a hologramokban, csak rá kell világítani megfelelő irányból, és te vagy az az ember, aki ezeket tudja, de nem mondhatod el. Hát valamit elmondhatok, nem. Egyébként volt ez konkrétan megtörtént eset, név is minden nélkül el tudom mesélni, hogy hologram kiállítás, illetve nem is ilyen, olyan, mint a nyomdatechnikai kiállítás, van ilyen hologram kiállítás, tehát ahol összejönnek ezek a hologramgyártó cégek, és az egyik konkurens cégnek a vezetője mutatott nekem egy hologramot, és konkrétan azt mondta nekem, hogy na majd akkor leszel jó tervező, ha ilyet tudsz csinálni, mutatta a hologramot, amit én terveztem. Csak én ugye titoktartási szerződés miatt nem mondhattam meg neki, hogy az az én hologramom. És így hirtelen így nem is tudtam, mit kellene erre válaszolnom, és csak így néztem, és nem mondtam semmit, és utána megdicsért a főnököm, hogy micsoda lélek jelenlétem volt, hogy nem vágtam oda azonnal, hogy ez az enyém. Zseniális. Velem egyszer fordult elő hasonló, amikor egy névtelen bíráló egy névtelenül beküldött cikkre azt javasolta, hogy hülyeség, amiket írok, és olvassam el a Vince cikkét, mert ott van, hogy van ez. És nem írhattam meg, hogy én vagyok az, mert ez egy ilyen dupla vak. Tehát ez ugyanez a sztori. Na, de tiéd, ez sokkal viccesebb. Nagyon jó. Magdi, a műsor után feljössz hozzám, megmutatom a hologram gyűjteményem. Ez borzasztó, hogy én ehhez asszisztálok itten. No, de a hologramokról azért talán mégsem mindezek, hanem a sci-fi-ben megjelenített technológiák jutnak eszünkbe először, úgyhogy a rövid szünet után ezzel folytatjuk. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis
Milyen természetű az orvosi vészhelyzet? Sokaknak ismerős ez a mondat, amikor a Star Trek Voyager orvosi segédhologramját aktiválják a gyengélkedőn. Engem kifejezetten érdekelne, hogy technikailag, technológiailag mennyire állunk a megvalósítástól. Értem ezt arra, amit a Star Trek sorozatokban látunk, holofedélzet, hologramos kommunikációs eszköz, vagy a már említett orvosi segédhologram. Igaz, az OSH tulajdonképpen egy mesterséges intelligencia, de mi most elsősorban csak mint hologram fogjuk vizsgálni a vázolt elméletet. A sorozatból tudjuk a holotechnika alapját, méghozzá, hogy fotonokat egy erőtér tartja össze, és interakcióba tud lépni a környezetével, például megfogni tárgyakat. Illetve kapcsolat van a holotechnika és a transzporter, illetve a replikátor között ugye a Star Trek világában. Na de az eredeti kérdésem mégiscsak az, hogy milyen messze vagyunk, tehát hogy értem én azt, hogy egy menő biztonsági elem, a hologramos matrica, és jó pénz van benne, és szükség is van rá, de én orvosi segédhologramot akarok aktiválni, vagy holofedélzeten holoregényeket játszani. Alkalmas egyáltalán ez a technológia, vagy ugyanarról a dologról beszélünk? Én szerintem a holofedélzetet még csak el tudom. Na, elmondom, mi van. Tehát az a probléma, hogy a Star Trekben levő holodoki, vagy a holodeck, dok és deck, de érdekes. Szóval ezek a dolgok ugye olyan dolgok, amiket itt konkrétan meg lehet fogni. Tehát amiket küldtél az adás előtt ilyen számomra teljesen szekunder szégyent kiváltó videókat, amikor a hologram doktor éppen tapizza az űrállomás parancsnok nő. Tehát persze lehet, hogy nyilván ez csak képzeli a hologram. Nem tudom, mindezt majd elmondjátok, de a lényeg az, hogy nagyon úgy tűnik, és a holodecken történő sztorik, az hogy van magyarul a holodeck? Holofedélzet. Nyilván, jó, hülye vagyok én is. Na, szóval a holofedélzeten játszódó dolgok is mind olyanok, amiket úgy meg lehet fogni. És akkor itt van ez a szöveg, amit mondtál, amivel ugye nyilván nekem kell valamit reagálnom, mint fizikusnak, hogy a fotonokat egy erőtér tartja össze, és interakcióba tud lépni a környezetével. Ugye valahogy így mondtam? Igen, de a felsejlet benne, és bocsáss meg, ezt elsősorban a Stargate rajongó hallgatóinak mondom, az az epizód, amikor ugye a 200. részben a Csillagkapu sorozatban ugye kifigurázzák többek közt a Star Trek-et is, és akkor ugye azt mondja Carter ezredes ott ebben az elképzelésben, hogy a szingularitás fel fog robbanni, és később már a normál jelenetben konstatálják, hogy ebben nincs egy igaz szó. Tehát tulajdonképpen, amikor ezt így elmondtam, ez az előtér tartja a fotonokat egybe, azért egy kicsit érzem a párhuzamot. Nézd, a tegnap délutánom annak jegyébe telt, hogy ilyen szövegeket írtam, mert képzeld el, hogy egy felkértek, hogy egy űrös filmsorozatnak egy meg nem nevezett tévécsatorna szinkronos verziójához írjak háttér nyüzsiket. Ugye a háttér nyüzsi az, amit a háttérben nyüzsögnek az emberek, nem lehet teljesen kihallani, és nyilván, de hogy vagy valami komoly irányítóközpontban nyújtok, és ugyanilyen mondatokat írtam tonna számra, hogy a lényeg, hogy a fegyverek mindig a maximumon legyenek, tehát az lényeg. Ez zseniális, igen, ilyenek kellene, maximálisan egy szuboptimális a torlónyomás a rendszer hetes panelén, tehát mindenféle baromságon, de kifejezetten élvezetes volt. Na, oké, szóval igen, ezek ilyen szövegek, tudjuk jól, hogy Hollywoodban úgy írják ezeket a szövegkönyveket, hogy megírja a forgatókönyvíró a szöveget, és ott vannak ilyen üres helyek, és akkor oda van írva, hogy ide kell a science blabla, és akkor jobb esetben odaadják egy igazi kutatónak, hogy írjon bele science blablát, mint például a Big Bang Theory esetében odaadták igazi fizikusoknak, hogy ezt töltsék föl. A legtöbb science fiction sorozat esetében viszont ugye egyszerűen tolnak egy adag bullshit-et. Na, szóval igazából ez az én fő problémám, mert én azt tökre el tudom képzelni egy olyan holófedélzetet, ahol egy holografikus vetítés zajlik. Tehát ez kb. Olyan, mint egy 3D mozi, amihez nem kell szemüveg. Ezt szerintem simán meg lehetne csinálni, bár nem simán, de meg lehetne csinálni lényegében, mert itt nem látok technikai akadályt, de az, hogy itt ezeket a dolgokat megfog... Szerintem, hogy a holográfiát ezekben a sorozatokban metaforaként használják. Tehát ez nem az az előbb megbeszélt holográfia, mert az sose lesz egy megfogható dolog, ha csak nem, a fotonokat egy erőtér tartja össze,
hogy interakcióba tudjanak lépni a környezetükkel. Szóval szerintem ez így. Tehát a kérdésedre, mikor jutunk el oda? Hát ha a hologram az az, amiről eddig beszéltünk, akkor soha. Na jó, de hát ez attól még lehet egy másfajta hologram, nem? Tehát, hogy hiszen itt azért az információ tárolására tárolásáról van szó. Igen, ezt mondom, hogyha ezt a szót másra használjuk, és a tágabb értelemben használjuk, hogy hologramnak tekintjük azt a dolgot, azt az egész holográfiának tekintjük azt a dolgot, hogy háromdimenziós információt két dimenzióban, vagy bármilyen alacsonyabb dimenzióban tárolunk, akkor ilyen értelemben, természetesen, ilyen tágabb értelemben végül is azt is mondhatjuk, és akkor el fogunk ide jutni, hogy még az is lehet, hogy az egész univerzum egy hologram. Tehát akkor nem csak, hogy a realitás része a holográfia, hanem hogy konkrétan bizony egy hologram világegyetemben élhetünk. Ugye vannak ilyen kemény vonalasabb húrelmélet interpretációk. Tehát azért van ebben lehetőség. Ugye azt a technikát, ami egy megfogható hologramot csinál, úgy, ahogy ezt a Star Trekbe látjuk, azt annyira én nem tudom még elképzelni. Tehát akkor már sokkal inkább, ami a holodecket vagy holofedélzetet illeti, az nyilván sokkal közelebb van az a dolog, de az inkább a Matrixra hasonlít, hogy bedugjuk az agyunkba a kábelt, és akkor átélünk valamit. De ugye itt nem erről van szó. Itt erről. És de ráadásul az az érdekes, hogy ha jól emlékszem, akkor az van, hogy van az a fekete csávó, Jordi, vagy hogy hívják, aki amúgy vak, vagy nem tudom, mi baja van, de látássérült, de hogy a holodecken nem kell hordania azt a kütyüt, igaz? Akkor is hordja, csak nem látszik. Ja, hogy akkor is hordja. Jó, mert ezt akartam megérteni, hogy a holodeck az közvetlenül az agyban generálja a holográfiát. Nem, az a valódi megfogható. Értem. Star Trek ennyire nem megy messzire, de mondjuk, ha egy új Netflix-es sorozat lenne. Tehát nekem messzebb van az a fajta holodeck, mint a Matrix jellegű, vagy Elon Musk jellegű, mit tudom én, dugjunk az agyunkba kábelt, és éljünk virtuális valóságba. Tehát, hogy közvetlenül a látókérgen keresztül küldjük be az információt az agyunkba, az szerintem egy sokkal plauzibilisebb dolog. Egyébként most nem akarom teljesen elterelni a témát, de ha már ezt szóba hoztad, az lehetséges, hogy mondjuk ne csak a vizuálisan kapjunk ingereket, hanem amit látok, ha megfogok valamit, akkor persze, azt valójában hát is igen, érzem majd a tenyeremmel, igen, ha megyek, akkor a lábammal. Egyébként ebben tökéletes fantázia van, ha egyszer berobban, akkor nincs visszaút. Igen, de akkor nincs visszaút, lesznek emberek, akik egy olyan világban akarnak élni, és ki se akarnak belőle jönni. Igen. Igen, és nem hibáztathatjuk őket ezért. Na, de ne kanyarodjunk ennyire el. Szóval akkor tulajdonképpen ezek a technológiák, és akkor mondjuk válasszuk le erről az orvosi segéd hologramot, meg a holofedélzetet, akkor mondjuk az ilyen kommunikációs eszközök szintjére. Ezt látjuk sok filmben, a Star Trekben is, főleg most az új sorozatokban, ugye a Discoveryben nagyon behozták, hogy nem a képernyőn látják azt, akivel beszélnek, hanem az úgy egy kivetül oda. Szóval, hogy ettől mennyire vagyunk tulajdonképpen? Ez nem fizika ellenes, tehát amikor egy hologram, mondjuk rávilágítunk egy ilyen hologram lemezre, amit ugye mesélt Magdi, hogy legyártanak egy ilyen stencilt, vagy nem tudom is, egy stancot, vagy hogy mondtad. És akkor, tehát, hogy ugye ráküldesz egy monokromatikus sík hullámot, egy fényalábot, akkor ott keletkeznek valódi képek bizonyos helyeken. Ez azt jelenti, hogy ha te ott vagy abban a szobában, ahol ez kivetül, jó helyen, akkor bizonyos irányból, mint ahogy egyébként optikából is tanultuk, ha emlékszel, még icipici korunkban, hogy ugye a különböző gömbtükröknél, hogy bizonyos helyeken keretkeznek valódi képek, ugye? És akkor ezt úgy mondtuk, hogy valódi kép az, amit ki lehet vetíteni egy ernyőre, tehát hogyha például egy gömbtükör olyan irányba veri vissza egy gyertyának a fényét, hogy nem csak az, hogy látod a szemeddel, hanem hogyha oda teszel egy papírlapot, akkor a papírlapon konkrétan megjelenik a gyertyának a fénye, hogy ezt hívjuk valódi képnek, szemben a virtuális képpel. De valódi kép is keletkezik. Ez azt jelenti, hogy egy ernyőn felfogható kép, egy praktikusan egy szobában tudsz olyat csinálni, hogy ott lebeg az asztal fölött valami, úgy néz ki, mintha ott lenne, de valójában csak egy hologram, és körbe tudod járni. Tehát szerintem ennek nincsen ilyen értelemben vett fizikai akadálya.
Ez konkrétan egyébként ez létezik. Így van. Van egy magyar fizikus, akit úgy hívnak, hogy Balogh Tibor, és ő már megalkotta hát holografikus tévének hívják, holografikus mozinak. Azért nem ugyanaz a technika, mint tehát ezek a hologram képek, nem ugyanazzal működik, de lényegében, amit Miklós elmond, ezt már meg tudják csinálni, tehát hogy mondjuk a tévéből kijön a kép, és nem kell hozzá szemüveg, de ez az érdekes, hogy nem kell hozzá ez, amilyen moziban felrakjuk a szemüveget hozzá, hogy ezt így lássuk, és a moziban is meg tudják csinálni ugyanezt, tehát hogy mi úgy látjuk, mintha kijönne a vászonból a kép. Annyi, hogy csak egy, ami a hátránya, hogy van egy bizonyos szög, amiben lehet ezt látni, és az elég szűk ez a szög. Tehát, hogy nem tudnánk mondjuk még ilyen igazán nagy tömegvetítéseket csinálni ebből, de én láttam működés közben, meg ismerem Balogh Tibort személyesen, úgyhogy beszélgettem is vele, és például beszélgettünk erről, hogy lehetséges-e, hogy ez egyszer majd a mozikba bejön, és mondta, hogy igen. Ilyen kísérletek vannak, sőt, olyan is van, hogy egyelőre, ugye az a probléma vele, hogy ez egy prototípus egyelőre, és mint minden prototípus, baromi drága. Mihelyt ez tömeggyártás lenne, akkor már jóval kevesebb lenne az ára. És hát nyilván, ameddig ebbe a szemüveges 3D-s moziban pénz van, addig nem fogják bevezetni a holografikus mozit, és nem fogják azt fejleszteni. De például azt is mesélte, hogy már vannak úgy filmek, amikhez használják ezt a technológiát, hogy ez külön technológia kell, hogy ezzel vegyenek föl egy filmet. És vannak már olyan produkciók, amiket így is felvesznek, ezzel a technológiával is, mert arra számítanak, hogyha majd egyszer bejön a holografikus mozi a hétköznapokba, akkor szépen előveszik, és mit tudom én most melyik filmet forgatták így, de lehet, hogy mondjuk teszem azt a Csillagok háborújának az új részeit ezzel forgatták, akkor egyszerűen előveszik, és mondják, hogy ó, és most a holografikus verziót is levetítjük, mert ők úgy is felvették, érted? Tehát, hogy már ilyen szinten azért tudnak róla, meg számon tartják. Egyébként láttam, a holografikus tévét láttam, működés közben. Az nagyon érdekes volt, mert amikor megállítják a képet, akkor olyan, mint a Star Trekben, amikor a holodecken megáll a kép, és tudod, így kimerevedik az ember így mozdulat közben. És ez nagyon félelmetes, mert egy gesztus közben is így ki tud merevedni, és ez olyan nagyon furcsán néz ki. És ugye valamelyest ugye körbejárható, tehát, hogy 3D-be látod, és tényleg furcsa, hogy ott egy ember is úgy megállt a mozdulatban. Nagyon. De csak egy ki, ugye, ha jól értem, amit mondtál, meg amit én is gondolok erről, hogy ez a valódi kép, ez csak ilyen korlátozott helyekről észlelhető, tehát hogy csak egy kis szögtartományon belül tudod körbejárni. Hát ugye? Igen, tehát nem, az van, hogy nem 360 fokban. Nem. Csak aha. Egy bizonyos szög a képernyő előtt, de ott tökéletes. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy valami halovány, valami képet látsz, hanem ez teljesen tökéletesen 3D-ben lát. Fú, ez szenzációs, ezt ki akarom próbálni. Csinálnak ilyen, a fizikus haverod csinál ilyen bemutatókat ebből? Igen, de Amerikában él. Hát nem baj. Volt már, Magyarországon volt, amikor én láttam, tehát szerintem hozzáférhető, úgyhogy érdekes, hát hogy összehozva. Igen, eleve, hogy a hologram egy magyar találmány, ugye el is mondjuk orba szájba, ugye nyilván Gábor Dénes, meg ez is ugye kiderül, hogy itt is magyarok gyártják a spanyol viaszt, és ehhez képest vicces, amit mondtál, hogy viszont Magyarországon nincs hologram gyár. Igen. Na nem baj. Hát egyébként visszatérve még a Gábor Dénesre, de azért így maradva egy kicsit ezen a vonalon is. Például Gábor Dénes díj is van, ami egy innovációs díj, amit minden évben kiosztanak. Ehhez a díjhoz én terveztem a matricát, amin Gábor Dénes van. És ez egy külön kanosszajárás volt, hogy ezt a matricát el tudjam készíteni. Először is megkerestük, mert hogy Gábor Dénesről készült hologram, magáról Gábor Dénesről. Tényleg? Igen. És megkerestük ezt a hologramot, de sajnos egyébként ez a hologram lemez el van törve egy kicsit, tehát hogy így már eleve sérült volt, de ez még nem lett volna baj, de először ebbe gondolkodtunk, hogy esetleg a hologram lemezről készítünk egy
másik hologramot. Aztán végül is ezt elvetettük, mert bonyolult lett volna megcsinálni, és akkor azt találtuk ki, hogy a Gábor Dénes szobor, a Gábor Dénes főiskolán van, és az udvaron. És azt találtuk ki, hogy körbe fotóztam a szobrot teljesen, tehát hogy így, úgy, hogy egy meghatározott távolságra voltam a szobortól, és így körbe mentem, és ebből készítettem egy 3D-s képet, a szobornak tulajdonképpen egy 3D-s animációja, és ebből csináltam meg a gyártási tervet, amit ugye a gyár legyártott, és ők is el voltak tőle álljóval, mert ugye ez nem szokásos, hogy tulajdonképpen egy valódi tárgyról készítettem digitális hologramot, és az annyira kuriózum volt, amikor ezt először megcsináltuk, hogy a gyár elkérte, hogy promóciós célra használhassák a hologramot, hogy ez mennyire kuriózum volt, hogy ez Gábor Dénesről készült. Ja, úgyhogy 2011-ben volt egyébként ez elkészítve, de azóta is minden évben ugye ez a hologram kerül a Gábor Dénes díjra. Szóval, hogy ilyen típusú információ tárolásra is alkalmas, illetve hát, hogy még mondjak valami kuriózumot információtárolás szempontjából, itt van pont a kezemben, most így nyilván a hallgatók nem fogják látni, ti látjátok, ekkora darab hologram. Ez egy cseh gyártmányú hologram, Prága városa van rajta. Azt kell tudni erről a hologramról, hogy 500 ezer dpi felbontású. Hát az 500 ezer dpi-ről azt kell tudni, hogy aki nyomdai körökben járt, és azt tudja, hogy egy sima, mondjuk egy újság, az mondjuk olyan 300-600 dpi-vel dolgozik körülbelül. És ez 500 ezer dpi, tehát ennek olyan a felbontása, hogy Tehát nagyjából pont egy incs hosszú nagyjából, ha jól látom, tehát nagyjából egy irányba 500 ezer képpont. Mert én látom ugye a videón, amit hallgatok, nem, hogy ez tényleg egy kb. 2,5 centis cucc. Aha. Most ezt a képet, ezen rajta van Prágának a műhold felvétele, illetve rajta vannak az összes utcájának a neve. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt úgy tudod csak megnézni, hogy speciális horoszkóp. Olyan adás. Spirituális, nagyon spirituális, bocsánat. Tehát ezt csak úgy tudod megnézni, hogy speciális mikroszkópot használsz hozzá, aminek olyan felbontása van, hogy ezt az 500 ezer dp-t meg tud nézni. Tehát ilyen típusú információtárolásra is alkalmas, amit teljesen meglepő szerintem. Igen, most ez egyébként még visszanyúlik egyébként Stephen Hawking munkásságához, meg az ő Bekenstein nevű doktoranduszának a munkásságához, akik ugye annak idején a 70-es években kimutatták, van baj, a fekete lyukakkal sok baj van. A fekete lyukak ugye tudja már minden parallaxis hallgató, hogy mi az a fekete lyuk, úgyhogy a lényeg az, hogy ami oda bejut, az nem jön ki, ugye nagyjából erről van szó. Vagyis első közelítésben ez így igaz. Na most viszont a kérdés az, hogy mi történik azzal az információval, ami belemegy a fekete lyukba, hiszen a világegyetemben ugye információ, nem volna szép dolog, ha információ el tudna veszni teljesen. Ugye vannak erre vonatkozó megmaradási tételek lényegében. Bajba kerülne a kvantummechanika is, hogyha például megoldható lenne, hogy... Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy mindig ez egy probléma volt, hogy van a világegyetemnek egy olyan része, konkrétan a fekete lyuk belseje, ahonnan semmilyen információ nem jut ki, tehát nem őrződik meg semmi arról az anyagról, amit beledobtál. És aztán kiderült, hogy ez nem teljesen igaz. Ugye egyrészt például kiderült, hogy a fekete lyuk információ tartalma, amit fizikus csúnya szóval entrópiának is lehet mondani, az entrópia nevű fizikai mennyiség arányos egy rendszer mikroállapotainak a számával, vagy lényegében az információ tartalmával, mondjuk így. Tehát, hogy ha minél több információt, tehát mondjuk cuccot teszünk be a fekete lyukba, a mérete a fekete lyuknak, amit kívülről látunk, amit eseményhorizontnak hívunk, az a fekete tartomány lényegében, amit nem látunk már be kívülről, annak az egyre nő. Na de hogy nő? Érdekes, hogy nem a bejutó anyag mennyiségével, amivel nő, ami azt jelenteni egyébként, hogy a bejövendő információval köbösen nő, tehát hogy
mondjuk, hogy egyre nagyobb gömbbé válik, hanem a felülete nő egyenesen arányosan a belehulló információval, vagyis úgy tűnik, hogy az belehulló információ nagysága az a fekete lyuk felületével, és nem a térfogatával arányos. Tehát egy kétdimenziós dologgal arányos a belehulló információ, és nem egy háromdimenziós dologgal. Most aztán a Hawking felfedezte, hogy azért valamilyen kvantumeffektusok során, amit most nyilván nem fogunk elmesélni, de azért tele van vele az internet, azért valahogy mégis jön kifele információ, vagyis valami mégis jön kifele ilyen virtuális részecskék a fekete lyukból, és akkor kiderült, hogy végül is az információ is megőrződhet ennek a kijövő sugárzásnak a kis fluktuációiból, és mi van még egyszer? Tehát bement egy csomó adat, az összes, tehát háromdimenziós cuccok hullottak bele, és arról elvileg minden információ megőrződhet a felületen, az úgynevezett Hawking sugárzás kis fodrozódásaiban. Hát mi ez, ha nem egy hologram? Háromdimenziós infót tárolunk kétdimenziós felületen, a fekete lyuk felületén. Na innen jött az ötlet, hogy mi van akkor, ha a fekete lyuk felülete az egy hologram. Aztán ezt a Leonard Zaskind, amerikai fizikus, ezt nem átállotta továbbvinni ezt a gondolatot, hogy mi van, hogy ez nem csak a fekete lyukak felületére vonatkozik, hanem bizony az egész univerzumra elmondható, hogy lényegében a harmadik dimenzió az tulajdonképpen a másik kettőbe van lényegében belekódolva, logikailag hasonló módon, mint ahogy ugye a kétdimenziós hologramon a háromdimenziós információ szerepel. Ebből persze az az információ is következik, hogy igen, ahogy a hologrammal elmondtuk ezt a felfoghatatlan dolgot, minden kis rész tartalmazza az összes nagy részre vonatkozó információt, hogy az univerzumnak magának is van egy ilyen leskálázódó tulajdonsága, ami ezzel analóg. Ez következne belőle. Tehát egy pici darab tartalmazna információt a nagyra, ez már olyan már, mint amik a fraktálok esetében hallhattunk ilyesmikről. Na, ez nagyon messzire vezet, ezt nyilván egyrészt nem értem, mert nekem ez egyáltalán nem a szakterületem, másrészt meg, még ha érteném, és nyilván reménytelen vállalkozást tenne ezt elmondani két percben, vagy bárhogy. Szóval a lényeg az, hogy igen, van ez a holografikus univerzum elmélet, és elképzelhető, hogy nem csak a fekete lyukak felülete hologram, ugye az is egy elmélet lényegében, hanem az egész világegyetem ilyen értelemben hologram. Hát, hogy aztán mi lenne nekünk, miért lenne nekünk az jó? Hát én azt hiszem, hogy azért lenne jó, mert a Hoore elméletnek bizonyos szimmetria tulajdonságait jobban meg lehetne magyarázni, hogyha ez így lenne. Tehát ez nem egy jó, nem csak azért merült fel, hogy mennyire fancy jópofa ötlet, hanem az Zaskindék ezt úgy gondolják, vagy úgy gondolták, hogy ezzel valami ismert tulajdonságát a világnak meg lehetne magyarázni, amit máshogy nem. Szóval ez egy kikényszerített elmélet, de mondanom sem kell, hogy ez nem egy általánosan elfogadott vagy igazolt elmélet, szóval ez van. Szóval végül is érdekes záró gondolat, hogy lehet, hogy az egész világegyetem egy hologram. Magdi, te mit gondolsz? Szerinted? Szerinted hologram? Hogyha feltételezzük, hogy az egész világegyetem egy hologram, én csak arra lennék kíváncsi, hogy ki tervezte. Na hát ez, így kell befejezni egy adást. Arra mondjuk én is kíváncsi lennék. Pedig én nem is vagyok hologram tervező. Műsorunk végén pedig engedjetek meg nekünk egy kis önpromót. Március 7-én ugyanis új podcast indul a Parallax és Univerzumban. A minden hónap első hétfőjén délután 18 órától elérhető adások középpontjában egy-egy sci-fi regény áll, amelyet az egyórás epizódok során a meghívott vendége társaságában vitat majd meg. Ivanis Régel Klaudia, Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja, aki itt van velünk most. Szia, Klaudia! Sziasztok! Kérlek, mesélj arról, hogy ki lesz az első vendéged, és hogy miről fogtok beszélgetni a Subgenre első adásában. A Subgenre első adásában Brandon Hackett lesz a vendégünk, és hát tulajdonképpen a legújabb megjelent könyvéről is fogunk beszélgetni, meg úgy általában az összes többi könyvéről is fogunk beszélgetni, hiszen ugye ennek a podcastnak a lényege, hogy mindig valamilyen aktuális sci-fi regényt beszélünk meg, akár a frissen megjelent regényeket, kiemelten ugye, hogyha magyar szerzőről van szó, nem feltétlenül abban a hónapban megjelent, hiszen ugye, amint te is mondtad, Ádám, havonta csak egyszer jelentkezik ez az adás, de mondjuk azt, hogy a 2022-es megjelenéseket igyekszem előtérbe részesíteni. És azért Brandon Hackettről
szerintem elmondható, hogy a hazai kortárs sci-fi irodalom egyik vezető személyisége, vezető alakja, úgyhogy én nagyon örültem, hogy elfogadta a meghívást a műsorba, és nagy izgalommal várom a regényeinek a kibeszélését. Na, igazság szerint már nagyon régóta szerettem volna indítani egy könyves, hát valamilyen műsor, tehát még ez annak idején kiforratlan volt, és ugye amióta elkezdtem podcastelni úgy élénkebben, tehát gyakorlatilag tavaly óta, amikor ugye ti is felkértetek, aztán ugye saját podcastom is indult, akkor úgy jobban átgondoltam, hogy ezt a könyves podcastot hogyan lehetne hát valahogy megcsinálni, de ez eredetileg, az eredeti ötlet az úgy volt, hogy úgy Álesztuzán ment, tehát mindenféle könyvvel kapcsolatos podcast, tehát nem volt kifejezetten műfaji megkötés, és ugye amikor volt ez a top 5-ös adásunk, amikor ugye kérted, hogy a top 5 filmeket soroljuk föl, akkor én ugye megkérdeztem tőled, mert összezavart a kérdés, hogy film lehet, vagy lehet könyv is. És akkor mondtad, hogy hát itt most csak film, és tulajdonképpen ez a beszélgetésünk indította el azt, hogy hát miért nem lehet könyv, ugye én imádok sci-fit olvasni, és miért nem lehet könyv, és úgy... Igen, bosszúból indítottam egy podcastot. Na, szóval ugye ennek hatásra, hogy eszembe jutott, hogy hát én tényleg akartam egy könyves podcastot, és a Parallaxison belül milyen jól néznek ki egy ilyen sci-fi könyves podcast, ha már egyszer a Parallaxisban is amúgy elég sok sci-fi filmet elemzünk, akkor ez így mellé párba nagyon jól tudna mutatni. Van olyan író, aki ha eljönne a műsorodba, az egy ilyen számodra egy ilyen nagy mérföldkő lenne, vagy akivel nyilván mindenkivel szívesen beszélgetsz majd, akik eljönnek a műsorodba és vendégeid lesznek, de ki az, akit, akár lehet egyébként külföldit is mondhatsz, de nyilván elsősorban magyar, tehát ki az abszolút number van, akit így szeretnél behálózni? Külföldit jó lenne, de azért én nem vagyok annyira perfekt angolból, hogy egy külföldi szerzővel úgy elbeszélgessek, sajnos. Nem baj, majd Miklós ezt is megcsinálja. Miklós, tudom. Majd tolmásként Miklóst felfogadjuk, igen. A magyar szerzők közül már kettővel tulajdonképpen lezsíroztam egy-egy még egyenlőre időponthoz nem kötött adást, és remélem, hogy a néző hallgatóinknak is mondanak ezek a nevek valamit. Az egyik az Edgy Hendon, a Korcsok trilógia szerzője, a másik az egy olyan, ha a regényt nézzük, az egy olyan regény, ami nem kifejezetten sci-fi, hanem valahol a posztapokaliptikus sci-fi, a fantasy és a manga vonalon lavírozik, de én sci-finek tekintem a posztapokaliptikus alapháttér miatt. Ez az író Martin Kay és az Eastern trilógiáról lesz szó. Izgalmasan hangzik, tényleg. Én nem vagyok nagy könyvolvasó, sajnos, de izgalmas. No, ugye itt bele is kavarodtál egy pillanatra, hogy nézők vagy hallgatók, erről beszélgessünk egy picit, mert talán érdemes, hogy ugye most már fejleszgetünk itt a Parallaxis univerzumban, egyre több az ilyen képes tartalom, de a szubzsáner jellemző lesz, hogy az egy az egyben a YouTube, illetve a Facebook oldalunkon az egy az egyben videós formában is elérhető lesz. Nyilván a különböző podcast csatornáinkon, ahogy eddig is, ezen túl is hangformátumban meghallgatható lesz, de hogy a szubzsáner az abszolút így arccal készül. Igen, ezt azért fontosnak tartottam, hogy egy kifejezetten olyan beszélgetős műsor, ahol írók is megjelennek, azért aki sci-fit olvas, az biztos, hogy ismeri ezeket a neveket. Természetesen nem minden adásban lesznek írók megjelenve, hanem lesznek olyanok is, ahol úgymond a rajongókkal beszélem ki az adott művet, főleg, hogyha külföldi könyvről van szó. De mivel, hogy alapvetően tényleg hírességek is meg fognak jelenni ebben a műsorban, ezért én fontosnak tartottam azt, hogy itt ne csak hang legyen, hanem legyen kép is.
Claudia, köszi, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok az új műsorodhoz. Március 7-től tehát Subzsáner a Parallaxis csatornáin. Mi pedig március 17-én érkezünk új Parallaxissal, akkor Miklóssal, és immáron újra Claudiával várok majd mindenkit. Ugye nem olyan rég néztük meg a Moonfall című filmet, legközelebb pedig szintén egy Roland Emmerich mozival folytatjuk, ugyanis az 1998-as Godzillát vizsgáljuk majd tudományos szempontból. Jézusom! Ez volt tehát a Parallaxis. Ki csinálta a Miklós? Ez volt tehát a Parallaxis 62. része. Köszönöm Magdinak, hogy velünk voltál. Én pedig a magam és Vince Miklós nevében minden kedves hallgatónak köszönöm a megtisztelő figyelmet. Tovább még mindig röhögök azon, amit mondtál Miklós, továbbra is kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj különdíjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.